Megdöbbentette és elborzasztotta a nemzetközi közösséget a szíriai hadsereg hamai támadása. Jogvédők szerint legalább 100 ember meghalt, és sokan megsérültek, amikor a hadsereg tüzet nyitott a civilekre. Ban Ki-moon ENSZ főtitkár élesen elítélte a polgári lakosságot sújtó erő alkalmazását, és felszólította a szíriai kormányt, hogy azonnal állítsa le, ahogy mondta, ezt az erőszakos támadást. Már közel egy hónapja ostrom alatt tartja Hama várost a szíriai hadsereg, de most tankok hatoltak be a településre. A kormányerők hajnal óta négy irányból támadják a várost, és tüzelnek a civilekre. Sok felől gépfegyverek hangját hallani, a kórházak pedig megteltek sebesültekkel. A katonák felszámolják azokat az útlezárásokat és barikádokat, amelyeket az ellenzékiek emeltek. Amerikai tisztviselők szerint Bashar Assad rendszere totális háborút folytat saját népe ellen. Az emberek ennek ellenére az utcákon vannak. Azt skandálják, hogy nem fogtok ismét gyilkolni. Ezzel az 1982-es mészárlásra utalnak, amikor Bashar Assad apja, Hafez Assad akkori elnök erői több tízezer ellenzékit gyilkoltak meg ebben a városban. Szíria más településein is ölt meg civileket a karhatalom. Damaszkuszban pedig több mint 100 ellenzékit tartóztattak le. Elemzők szerint ez arra utal, hogy a jövő héten kezdődő muszlim bőti hónap, a Ramadán előtt a szíriai vezetés nem akar nagyszabású ellenzéki megmozdulásokat. Ennek ellenére nincs jele annak, hogy a demokratikus reformokat és politikai szabadságjogokat követelő ellenzék feladná, pedig a megmozdulások kezdete, vagyis március közepe óta több mint 1500 civilt ölt már meg a karhatalom, több mint 12.600 embert letartóztattak, 3000 ember pedig eltűnt.